Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióban. Mondjad, ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Atyának a jobbján foglalt helyet. És hiszem, hogy ma is Szent Szellemben és tűzben meríti alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne, és szomjazik a lelkem, szívem az Úr jelenlétére, és ezért éhező, szomjazó szívvel dicsérem, áldom őt, és megyek az Úrhoz, hogy a mai napon is birtokba tudjam venni azokat a javakat, áldásokat, amelyeket elkészített számomra. Mert hiszem, hogy az Úrnak a kegyelme és a kegyelem teljessége az Úr Jézus Krisztusban jelent meg a Földön. És tőle veszek mai napon is kegyelmet. És hiszem, hogy a kegyelem megerősíti a szívemet, és megajándékoz engemet örök élettel. Ezért áldom az Urat, dicsérem őt szellememmel, lelkemmel, testemmel. És hiszem, hogy a mai napon is az Úr megérint engemet, és veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy Jézus Krisztus melletti tanúskodást folytassam, illetve elkezdjem. Köszönöm neked, Uram, hogy fölírtad a nevemet az élet könyvébe, és kérlek, hogy a nevemet pecsételd be, soha ne töröl ki a könyvedből a nevemet, és adj ezért kegyelmet, hogy jó előmenetelem, haladásom, fejlődésem legyen az Úr Jézus Krisztusban, az élő Istenek az megismerésében, és a Szent Szellemben való járásban és vezetésben, hogy mindent mindenkor a te dicsőségedre tegyek. Amen. Halleluja. Tehát Jobb könyvének a 15. részétől olvassuk Isten igéjét. Majd felelt a témánból való Elifáz, és mondta, vajon a bölcs felelhet-e ilyen szeles tudománnyal, és megtöltheti-e hasát keleti széllel? Vetekedvén oly beszéddel, amely nem használ, és oly szavakkal, amelyekkel semmit sem segít. Te már semmivé akarod tenni az Isten félelmét is, és megkevesbíted az Isten előtt való buzgolkodást is, mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad. A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajkaid bizonyítanak ellened. Te születtél-e az első embernek? Előbb formáltattál-e, mint a halmok? Az Isten tanácsában hallgatóztál-e, és a bölcsességet magadhoz ragadtad-e? Mit tudsz te, amit mi nem tudunk? És mit értesz olyat, ami nálunk nem volna meg? Ősz is, ag is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál. Csekélységek-e előtted Istennek vigasztalásai, és a beszéd, amely szeliden bánt veled? Merre ragadt téged a szíved, és merre pillantottak a te szemeid? Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon. Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, aki asszonytól születik. Íme, még az ő szentjeiben sem bízok, és az egek sem tiszták az ő szemében. Mennyivel kevésbé az utálatos és a megromlott ember, aki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet. Elmondom neked, hallgass rám, és amint láttam, úgy beszélem el. Amit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót, akiknek egyedül adatot a föld, és közöttük idegen nem megy vala. Az istentelen kínozza önmagát egész életében,
és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma. A félelem hangja cseng az ő füleiben, a békesség idején tör rá a pusztító. Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből, mert karthegyére van ő kiszemelve. Kenyér után futkos, hogy hol volna. Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja. Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés. Leverik őt, mint valami háborúra felkészült király. Mert az Isten ellen nyújtotta ki kezét, és erősködött a mindenható ellen. Kinyújtott nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt. Mivel befedezte az arcát kövérséggel, és hájat borított tomporára. És lakozott elrombolt városokban, lakatlan házakban, amelyek dűlőfélben vannak. Meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad. Jószága nem lepi el a földet. Nem menekül meg a sötétségtől, sarjadékát láng perzseli el, és szájának leheletétől pusztul el. Ne higgyen a hívságnak, aki megcsalatott, mert hívság lészen annak jutalma. Nem idejében telik el élete, és az ága ki nem virágzik. Lehullatja, mint a szőlővessző az ő egresét, elhányja, mint az olajfa az ő virágát. Mert a képmutató háza népe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat. Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhük csalárdságot érlel. Felelt pedig Jób és mondta, efféle dolgokat sokat hallottam. Nyomorult vigasztalók vagytok ti mindnyájan. Vége lesz-e már a szeles beszédeknek? Vagy mi ingerelt téged, hogy így felelsz? Én is szólhatnék úgy, mint ti. Csak volna a ti lelketek az én lelkem helyén. Szavakat vonhatnék össze ellenetek. Csóválhatnám miattatok a fejemet. Erősíthetnélek titeket, csak a szájammal és ajkaim mozgása kevesbítené fájdalmatokat. Ha szólnék is, nem kevesbednék a keserűségem. Ha veszteglek is, micsoda távozik el tőlem? Most pedig már fáraszt engemet. Elpusztítád egész házam népét. Hogy összenyomtál engem? Ez bizonyság lett. Feltkelt ellenem az én ösztövérségem is. Szemtől szembe bizonyít ellenem. Haragja széttépett és üldöz engem. Fokait csikorgatta rám, ellenségemként villogtatja felém tekintetét. Feltátották ellenem szájukat, gyalázatosan arcul csapdostak engem. Összecsődültek ellenem. Adott engem az Isten az álnoknak, és a gonoszok kezébe ejtett engemet. Csendességben voltam, de szétszaggatott engem. Nyakszírten ragadott, és szétzúzott engem. Céltáblává tűzött ki magának. Körülvettek az íjászai, veseimet meghasítja, és nem kímél. Epémet a földre kiontja. Rést rés után tör rajtam, és rám rohan, mint valami hős. Zsákruhát varrék az én fekélyes bőrömre, és a porba furtam be az én szarvamat. Orcám a sírástól kivörösödött. Szempilláimra a halál árnyéka szállt. Noha, erőszakosság nem tapad kezemhez, és az én imádságom tiszta. Ó föld, az én véremet el ne takard, és ne legyen hely az én kiáltásom számára. Még most is íme az égben van az én bizonyságom, és az én tanúim a magasságban. Csúfolóim a saját barátaim, azért az Istenhez sír fel az én szemem, hogy ítéljem meg az embernek Istennel, és az ember fiának az ő fele barátjával való dolgát. Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. Még mindig csúfot üznek belőlem, szemem az ő patvarkodásuk között víraszt. Kezest magadnál rendelj, kérlek nekem, különben kicsap velem kezet. Mint hogy az ő szívüket elzártad az értelem elől, azért nem is magasztalhatod fel őket. Aki
prédává juttatja barátait. Annak fiainak szemei elfogyatkoznak. Példabeszéddé tett engem a népek előtt, és ijesztővé lettem előttük. A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint az árnyék. Elálmélkodtak ezen a becsületesek, és az ártatlan a képmutató ellen támad. Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. Nosza hát, térjetek ide mindnyájan, jöjjetek, kérlek, úgysem találok bölcset köztetek. Napjaim elmúlának, szívemnek kincsei, terveim meghiúsulának. Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csak hamar sötétséggé lesz. Ha reménykedem is, a sír már az én házam. A sötétségben vetettem az én ágyamat. A sírnak mondom, te vagy az én atyám. A férgeknek pedig ti vagytok az én anyám és néném. Hol tehát az én reménységem? Ki törődik az én reménységemmel? Leszáll az majd a sír üregébe, velem együtt nyugszik a porban. Felelt pedig a suki Bildád, és mondta, mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, azután szóljunk. Miért állítatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben? Te éretted, aki szaggatja lelkét haragjában. Vajon elhagyattatik-e a föld, és felfakasztatik-e a kőszikla helyéről? Sőt, inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzüknek szikrája. A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövétneke kialszik felette. Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg őt, mert lábaival hálóba bonyolódik, és óverem felett jár. A sarka törbe akad, és kelepce fogja meg őt. Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő szokott ösvényén. Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt lépten nyomon. Éhsége mészti fel az ő erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett. Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje. Eltűnik sátorából az ő bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik ő. Az lakik sátorában, aki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak. Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága. Emlékezete elvész a földről, még az utcákon sem maradt fel a neve. A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt. Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján. Az ő pusztulásától megborzadnak, akik következnek, és rettegés fogja el a most élő embereket. Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, aki nem tiszteli Istent. Következik Németh Sándor napi üzenete. És arra használjuk föl ezt a mai napot is, hogy még világosabbá váljon számunkra az evangéliumnak az igazsága. Miért jó hír az evangélium? Miért győzelmiért? Miért kell nekünk is, ahogy a zsidó családokban Pészákkor a papa hirdette az egész családnak, hogy hogy kötött Isten Ábrahámmal szövetséget, hogy szabadított meg bennünket Isten a rabszolgaságból, és hová tartozunk, kihez tartozunk, ezt nem lehet elfelejteni. A zsidó létnek ez a lényege. A keresztény létnek meg egyik lényeges dolga, hogy ezt az igazságot is elfogadja, és messze menőkig tiszteletbe tartja, és tudja nagyon, hogy ez hogy egy elkerülhetetlen, elmaradhatatlan feltétele volt, hogy az új szövetségi Pészák megvalósuljon, de nekünk pedig ugyanígy rá kell szállni az életünket, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak az evangéliumát és az evangéliumnak az igazságát egész életünkbe képviseljük, hirdessük családtagjainknak, gyermekeinknek, unokáinknak, barátainknak, hozzátartozóinknak, mert ennél csodálatosabb, fantasztikusabb jó hír az emberiség számára nincsen. Na nézzük meg, hogy mi az első.
eleme ennek a nagyszerű hírnek, első nagy híre az, hogy ugye először is, ugye názeti Jézus Krisztus meghalt. Betették a gazdag embernek a sírjába. A sír szájára követ gördítettek. Sőt, lepecsételték a sírnak a száját, hatósági pecsétet nyomtak rá. Őrséget rendeltek ki neki a sír számára, hogy őrizzék a sírt, hogy nehogy jöjjenek a tanítványok éjszaka is, ellopják Jézusnak a holttestét, és utána azt állítsák, hogy föltámadott a názáreti Jézus. Ez volt tehát az előzmény. De nézzük meg, hogy mi történt vasárnap reggel. A kő, az első, elmozdult a sírnek a szájáról. Ez az első jó hír. Miért jó hír? Egy azért, mert eddig, és ez az ember általános tapasztalata, hogy a halál birodalmába vezető út az egyirányú. Nincs visszaút. Nem? Te nagybátyádat, vagy a nagypapádat eltemetted, 2-3 év múlva nem kopogott az ajtón, hogy gyerekek, fogadjatok be, közben feltámadtam, nem találtam a helyemet, visszaköltözök inkább az állandó lakcímemre. Tehát 6000 év óta ilyen tapasztalata az emberiségnek nem volt. Minden ember elmondhatja, hogy a sírjának a száján vagy ott van a kő, vagy ott lesz a kő. Mit jelent a kő? A halálnak az uralmát jelenti. Hogy a halál uralja az emberi életet. Ez szövi át az embernek az első pillanatától a létezését. Ezért mondja a Biblia a zsidókhoz írt levél második fejezetében, hogy a halál félelemnek a rabszolgái voltunk. Emiatt jön a szorongás a lelkedben, emiatt jön, hogyha erősebb támadás vagy kritikus helyzetbe kerülsz, a félelem, fóbia, rettegések, pánik. Ez mind azt jelenti, hogy az ember, és azt fejezi ki, hogy az ember a földi pályafutása során a halál félelemnek a rabszolgaságába él, mint Izrael fiai Egyiptomnak Egyiptom fáraónjának a rabszolgaságába éltek. Tehát ugyanúgy, ahogy az Izrael fiai rabszolgák voltak Egyiptomba, ugyanúgy igaz ez minden emberre, hogy a földi életben akár áttör a lelke, a halálfélelem, vagy a szorongás félelem, akár nem, de akkor is mélyen meghatározza az embernek az életérzését a földön. És miért határozza meg? Mert a kő ott van mindenkinek a sírjának a száján. És a jó hír az, hogy ezt az egyirányú utat, amely eddig csak a halálba vitte az embert, és minden földi pályafutásnak ez lett a vége, hogy megnyílott egy olyan sír, amely elhozta mindannyiunk számára a reménységet, hogy van más hatalom is a halál fölött. Van egy olyan hatalom, amelynek a halál is alá van rendelve. És ez maga az Istennek a hatalma. És a názáreti Jézus Krisztus radikálisan megváltoztatta ilyen módon a világot, és látjátok, az is egy nagyon beszédes, hogy az őrizők ott voltak a lepecsételt sírnál, az őrizők egy hatalmi rendszernek, illetve kettő hatalmi rendszernek voltak a képviselői, a császárnak a hatalmi rendszerének a képviselői is voltak egyben, és egyben a vallási hatalomnak a képviselői is voltak. Mit is jelent ez? Miért őrizték? Mit akartak megakadályozni az őrizők? Hogy ne
kerüljön le a sírnak a szájáról a kő. Tehát ez megint egy nagyon nagy történelmi titkot világít meg, hogy 6000 éve olyan világrend épült ki a Földön, amely a halál uralmán alapul. És igazából egyetlen egy embernek sikerült ezt a rendszert megrázkodtatnia, és ebben változást létrehoznia, illetve a változásnak a reménységét behoznia, annak a személynek, akinek a sírjának a szájáról elmozították a követ, akinek a sírja megnyílt, akinek sikerült a halál birodalmából visszajönni. Azóta a világ nem ugyanaz. Nem lehet azt mondani, hogy a halál egyetemes ura, a uralkodó ereje ennek a látható világnak. Ez az első fantasztikus jó hír, hogy a sírnak a szájáról el lett gördítve a kő. Egy sír megnyílt. Egy embernek a sírja megnyílt. Meg ez az egy embernek a sírja, hogy megnyílt, megtörte az ádámi tradíciót. Mert Ádám leszármazottainak a sírjai mind kövek vannak. És nyilvánvalóan a sír megváltozás, megnyílás azt is jelenti, hogy előbb-utóbb az a rendszer, amely a föltámadásban, az örök életben veszélyt lát, az össze fog omolni. Halleluja! Mert ettől féltek a kori kor urai, hogy megtörténik a föltámadás. És oda minden. A rendszerük már nem ugyanaz lesz. A rendszerük számára ez maga a kudarcot jelenti, vereséget jelenti. Nem övékei a hatalom. Tehát a megnyílt sírnak sok jelentősége van, tehát ez, ami az első nagy hír, hogy Isten egy embernek a sírját megnyitotta, van egy sír, amely üres, ahol nem találod a holtat, ahol ne kijött a holttest, és él örökkön örökké. És ezért mondja a jelenések könyve Jézusról, hogy halott volt, de él örökkön örökké. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Ebben a korban a legtöbben már a visszavonulás gondolatával foglalkoznak, de Wiglaf Wörth evangélista karrierje fénykorát élte, miután Sunderlandben Szent Szellemmel megkeresztelkedett. 55 éves elmúlt, mikor először utazott Észak-Amerikába, és 65 éves volt, amikor az első prédikációit tartalmazó könyve megjelent, méghozzá külföldön. Még 87. életévében is prédikált és imádkozott a betegekért. Két állandó, jellegzetes vonása volt gyógyító összejöveteleinek. A hittel kapcsolatos igék kiemelése a Szentírásból. Továbbá evangéliumi dalok és himnuszok erőteljes éneklése. Odaszánt ima élete során ismerte föl ezek jelentőségét abban, hogy hallgatóit a hitetlenségtől vagy a passzív hittől való elfordulásra ösztönözze, és felbuzdította őket arra, hogy olyan dolgokra is legyen hitük Istenben, amiket korábban lehetetlennek tartottak. Igeolvasás vagy az igéből vett idézetek, illetve dicséretek nélkül Wiglaf Wörth szemében nem volt Isten tisztelet az Isten tisztelet. Akik látogatták az összejöveteleit, hamar észrevették, hogy kedvenc része a Bibliából a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Nem meglepő tehát, hogy ebben a gyűjteményben is 6 fejezet ezzel a résszel foglalkozik, mind más és más módon.
Wigglesworth könnyen tudott azonosulni a zsidó 11-ben szereplő hithősökkel, Ábeltől a prófétákig, akik a 33. 34. versek tanúsága szerint hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a karnak élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Maga a hit apostola is sok mindent átélt a zsidókhoz írt levélben szereplő példaképek győzelmeiből, elutasítottságából és bánataiból. Gyakran tartott győzelmi beszámolót azért, hogy ezzel is bátorítsa a betegeket és a szenvedőket. Sőt, Bradfordban, a Viktor utcában lakott. De Wigglesworth ritkán szólt arról a problémáról, amellyel sokaknak kellett szembenézniük, miután részt vettek az összejövetelein. Olyan betegségekről, melyek imája után sem múltak el. Hitről, szabadulásról és gyógyulásról tanított, nem a betegséggel való együttélésről, mindazonáltal saját lánya, Alice Salter, aki az összejöveteleken segítkezett, sohasem gyógyult meg süketségéből. Wigglesworth 1913-ban elvesztette feleségét, Pollit, és 2 évvel később a fia is meghalt. Bánata magányossággal párosult, mert úgy döntött, hogy további idejét, még 34 évig élt, egyedülállóként tölti. Polly temetése után, mesélte egy barátjának 11 évvel később, visszamentem és a sírjára feküdtem. Meg akartam halni. Isten azt mondta, hogy hagyjam ott a sírt. Azt válaszoltam neki, hogy ha 2-szeres adagot ad a szelleméből, a feleségem részét és az enyémet, akkor elmegyek, és prédikálni fogom az evangéliumot. Isten meghallgatta a vízvezeték szerelő imáját, de Wigglesworth azt is elmondta, hogy egyedül hajózva a tengeren, nem egyszer sírt magányában. Nem a magányosság volt az egyetlen leküzdendő akadály a prédikátor evangélista világméretű szolgálatában. Azok, akik nem fogadták el, vagy nem értették meg szolgálatát, gyakran nevetségtárgyává tették a nyilvánosság előtt, vagy az újságokban. Mások börtönbe csukatták, vagy életveszélyesen megfenyegették. Azonban bármilyen nagy volt is az ellenállás, Wigglesworth a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében felsorolt hithősöktől mindig bátorítást nyert. Isten kegyelméből arra törekedett, hogy utolérje hitüket, odaszántságukat és bátorságukat. Úgy döntött, hogy azzal a kenettel, melyet Isten szelleme adott az életére, minden hallgatóját egy kicsit közelebb fogja lögdösni a megváltóhoz, és erősebb hitet fog bennük gerjeszteni a csodákban. Wigglesworth egyik gyakran idézett mondása jól tükrözi hitét és elhívását. A félelem néz, a hit ugrik, a hit sohasem téveszt célt. Ha olyan állapotban hagylak itt titeket, ahogy találtalak, nem vagyok Isten csatornája. Nem azért vagyok itt, hogy szórakoztassalak benneteket, hanem azért, hogy bevezesselek oda, ahol nevetni tudtok a lehetetlen fölött is. Ha Bill Gaither Ő jár itt című dala korábban megszületik, Smith Wigglesworth erőteljes hangja, kétség nélkül, összejöveteli helyiségek százainak ablakait rezgette volna meg, ezzel a bizonyságtevő dallal. Így viszont saját korának dalaival buzdított a hitre. Egy angliai barátja és szolgálótársa, William Hacking elevenítette fel azt a jelenetet, amikor Wigglesworth egy kisméretű újszövetséget a fejére téve a következő refrént énekelte. Tudom, hogy az Úr, tudom, hogy az Úr, tudom, hogy az Úr a kezét tette rám. Miután többször elénekeltette a refrént a gyülekezettel, arra buzdította a hívőket,
hogy emeljék fel kezüket, és dicsérjék, imádják az Urat. Hacking szerint egy másik kedvenc dala a következő volt. Igen, Istennel telve, igen, Istennel telve, bűnök nélkül, megtisztítva és Istennel telve. Igen, Istennel telve, igen, Istennel telve, magam megüresítve, Istennel telve. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Tini lányokról fogunk beszélgetni Szobota Zoltán ifjúsági lelkésszel, bibliatanárral. Szerbusz, Zoli. Szerbusztok. És nem mellesleg apukával, de ezzel ellentétben bármi, amiről szó lesz, az nem a saját gyerekeiről szól, illetve hát a létező személyekkel való bármilyen egybeesés, az természetesen csupán a véletlen művel. Így van. De hát ez így is van, hiszen bibliatanárként tini lányok tömkelegével találkozol, illetve az ifi gyülekezetben is, és gondolom azon kívül, hogy az ember pontosan tudja, hogy milyen nagyon komoly különbségek vannak fiúk és lányok között, azért a tini között ez már azért elég látványos. Elég látványosan kijelenik. Az apukáknak a lányokhoz való viszonya, ez nem szokott mindig egyértelmű lenni, akármennyire annak látszik, hiszen a legtöbb családban azért vannak fiúk is, lányok is vegyesen, de valahogy nem tudom, hogy mennyire gondolod, hogy ez még tartja magát, de volt régen egy ilyen nézet, hogy azért a lányok azok az anyjuknak a dolga. Igen, ez egy magyar tradíció. Azt nem tudom, hogy a Kádár érának a jellemző, vagy már korábbról eredeztethető, de van egy ilyen gondolati hagyomány, úgymond, hogy a lányok azok az anyukájuk dolga, a fiúk meg az apukájuk dolga, de nem véletlen, hogy két szüleje van a gyermeknek, és a nemi identitásától kezdve minden lényeges alapvetés, ami az életében a születésétől kezdve lefektetik, vagy lefektetése kerül, azokhoz két szülő kell, és így lesz egyensúlyban a gyerekben. Vagy így jön létre egy személyiségben egy harmónia, egy egység. És mit tanácsolsz, hogyan találják meg ebben az apukák a helyüket, hiszen azért még az ennek gondolati hagyományon is túl azért van feladatuk, nyilván megpróbálják kistafírozni a lányokat. Persze. A megfelelő időre. Mi az, amivel fel tudnád hívni a figyelmüket, hogy hogyan tudnak hozzájárulni ehhez a feladathoz, ami a identitásához, akár a nemi identitásához is hozzájárul egy kislánynak az, ahogy az apja bánik vele. Hát például a Biblia, amikor a gyerek vállalással kapcsolatban fogalmaz meg igazságokat, mert például, hogy az Ábrahámot miért hívta el az Úr, és abban az egyik fő szempont volt, hogy tudta, hogy Isten tudta, hogy a gyerekeinek meg fogja tanítani az Isten félelmet és az Úr követését, és a 78-as Zsoltárban is erről olvasunk, hogy hogyan kell a nemzedékeknek továbbadni az Úr bizonyságait és az Isten félelmet. Tehát, hogy a szülőknek van egy spirituális küldetésük a gyerekeik felé, nem csak a testük táplálása és gondozása, hanem a lelkük és a szellemük gondozása is. És itt nem szempont, hogy lányról vagy fiúról van szó, és ebben mind a két szülőnek kulcs szerepe van, és meg kell tanítani a gyerekeknek az Isten félelmet, mert az nem jön zsigerileg a bensejükből, hanem egyrészt látják a szüleiket, és hogyha a szüleik hiteles keresztény életet élnek az otthonukban is, akkor a gyerekek is harmonikusak, meg kiegyensúlyozott, stabil keresztények lesznek. Másrészt meg rá kell őket vezetni, hogy hogyan kell az Istent követni, és természetesen a szülők nem tudják újjászülni a gyerekeiket, de a gólvonalig el tudják velük vinni a lasztit, és aztán hagyni kell, hogy a gyerekek rúgják be. Amúgy pedig az apukák, a lányokhoz való viszonya az egy fundamentális kérdés, mert ha csak az anyuka van hatással a lányokra, akkor a lányok, inkább azt mondom, hogy ez az én tapasztalatom így a munkám során, vagy a iskolában, illetve az ifjúsági szolgálatban, hogy a stabilitást a személyiségükbe és az önértékelésüket azt az apukájuktól származó visszajelzésekből kapják. Tehát a visszajelzések alatt azt kell érteni, hogy mondani kéne az apukáknak valamit? Nagyon kéne. És sokszor nem mondják. Én magamon is ezt sokszor észrevettem, csak ugye a lányok ráadásul, hogyha vitálisak és cserfesek és csalafinták, akkor nem fogják annyiba hagyni, és kicsikarják azokat a... Addig sündörögnek, forognak. Azokat az elismerő szavakat, amik nekik
tudják, hogy szükségük van rá, és ha nem kapják meg, akkor megszerzik maguknak, de el kell hangozzon, és az apukától kell elhangozzon a visszajelzés a tehetségére, a szépségére, a személyiségének a különböző erényeire, előnyeire vonatkozóan, és hogyha ezt rendszeresen megkapják, akkor nem fognak bizonytalankodni, mert a lányokban azért alapvetően több bizonytalanság van, most a nagy általánosságba véve, mint a fiúkban. És az, hogy ezeket a bizonytalanságokat rendszeresen föl lehessen számolni bennük, ehhez az apukáktól származó visszajelzésekre van szükség. Az anyukák is, nem akarom lekeverni, ezt elementárisan fontos az is. Igen. Csak az kevés. Igen, az hát azért vannak elég. Ketten. Így hogy... van. És akkor tudsz egy-két ilyen mondatot mondani, ami jó, hogyha elhangzik egy apuka szájából. Hát a büszke lehet, vagyok rád, az a minimum. Érzik esetleg ezeket a szavakat. Hát meg van, ugye férfi karakterek is mások, vannak olyan férfiak, akik nehezen mondják ki az érzelmeiket, illetve nehezen mondanak dicsérő szavakat, mert úgy érzik, de lehet, hogy ez a szocializációjukból fakad, vagy abból a kulturális környezetből, ahol felnőttek, hogy ez a gyengeség jele lenne. És akiben ilyen gátak vannak, ilyen lelki gátak férfiakban, ezeket is tisztázni kell magukban, és át kell lépjenek ezeken, hogy kimondják azokat a mondatokat, mondjuk a lányaikra, hogy büszke vagyok rád. És olyan dolgokat is egy kicsit túlértékeljenek bennük, amik önmagában nem annyira nagy volumenű dolgok, de a visszajelzés miatt annak a gyereknek az identitását fogja megerősíteni abban, hogy ő családhoz tartozik, hogy ő lány. A lány mi voltában van most meg, nem csak mint ember, hanem abban a mi voltában van megerősítve, hogy ő lányként ember, tehát hogy ami a női, nem tudom, hogy principium, ez talán olyan jó szó, meg ugye van egy rossz előtörténete, de körülbelül erre gondolok. Nőiessége talán. Igen. Mm-hmm. És hát és így van, és ahogy fejlődnek a lányok, ugye folyamatosan küzdenek a saját testük adottságaival. Tehát, hogy fontosabb, hogy szép legyen, mint a... Tehát, hogy igen, van legalább úgy, olyan fontos, hogy igen, szép legyen, mint hogy okos így legyen. Így van. És sőt, én azt gondolom, hogy a lányoknak, amennyire én tapasztaltam, ha azzal kapcsolatban sok jó pozitív visszajelzést kapnak, hogy okosak, meg ügyesek, meg tehetségesek bizonyos területeken, de emellett azzal kapcsolatban nem kapnak visszajelzéseket, hogy szépek, hatással vannak a környezés, akkor ők azon a területen elkezdenek kornyadozni, és oda is kell locsolni egy kis vizet a növénynek arra a területére, hogy mert ez nagyon fontos az önazonosságukhoz, meg az önértékelésükhöz, önbecsülésükhöz. Én is hallottam ilyet értelmiségi nő szájából, hogy amikor azt mondták neki, hogy te egy nagyon okos nő vagy, akkor hazament és belenézett a tükörbe, hogy ennyire csúnya lenne. Igen. De ez már igen, a végkifejlet, ugye? Igen. Ideig nem lenne szabad hagyni a lányainkat eljutni. És hogyha nem mondjuk azt a lányainknak, hogy büszkék vagyunk rájuk, valahogy ezt egy darabig tűrik, de aztán egy idő után valahogy úgy terelik majd a beszélgetést, és olyan helyzetet hoznak létre, hogy ez elhangozzon, vagy legalábbis valamelyik mutációja ennek a dicséretnek, hogy ő érezze, hogy... És ő az apukájától akarja hallani, senki más nem jó erre, hanem csak az apuka. Ebben a vonatkozásban anyukától is megkapják, csak az még úgy... Az egy másik kategória. Igen, az egy másik kategória. Tehát az, hogy hogyan lehet akkor ennek a ostromnak nem ellenállni, erről fogom zene után kérdezni Szobota Zoltánt. Folytatjuk tehát a beszélgetést Szobota Zoltán ifjúsági lelkésszel, bibliatanárral, és ugyan most csak zárójelbe, de apukával, hogy azért mindenki tudja, hogy van tapasztalata. Tehát azt mondod, hogy egy lánynak abból a szempontból is nagyon fontos, hogy két szülője van, majd egy fiúkról, majd egy másik alkalommal beszélgetünk, hogy a nőiességében az apja tudja megerősíteni, és hát ehhez külső dolgokat kell dicsérni. Ezt mi tudja áttörni? Hogy tudja ezt egy lány kiprovokálni? Mit kell észrevenni egy apának, hogy most aztán már itt az ideje, hogy azt mondjam neki, hogy nem is tudom mit, hogy csinos vagy? Mindent meg kell dicsérni, hogy fel van öltözve. Tehát, hogy ízlésesen van fölöltözve. Szép a körömlakja, vagy... noha teljesen hidegen hagyja az apukákat, hogy a lányoknak milyen a körömlakja, de mégis, ha sok pozitív visszajelzést kap egy lány az apukájától, hogy ő szép és csinos, akkor egy idő után azt is meg fogja kérdezni, hogy szerinte
apuka szerint ehhez a szerkóhoz a bakancs illik jobban, vagy a félcipő. És ez nem hogy mérhetetlenül zavarba az apukát? Nem, hát szerintem az lenne a normális, ha legalább ennyi figyelem azért jutna a lányra, mert ez körülbelül egy 5 másodperces jelenet, de a lánynak a lelkében ezek örökre szinte beivódnak, hogy figyelt rám az apukám ezeknél a kérdéseknél, vagy magamra voltam utalva, vagy a testvéremre, vagy az anyukámra voltam utalva, ami szintén nagyon fontos, de apuka, ugye az apuka az egyetlen férfi a lány életébe, amíg nem fog megházasodni. És amíg nem kezdenek el neki... És jobb, hogyha legálisan van jelen az életében. Így van, tehát amíg nem kezdenek el neki udvarolni, és teljesen most én a bibliai modellre gondolok, nem ezekre a járogatásokra, meg mindenféle flörtölésekre, hanem amikor ez a bibliai módon valósul meg, addig a pontig, amíg apuka erre nem ad engedélyt, hogy ő neki udvaroljanak, apuka első és egyetlen férfi az életében a lánynak, és ez így van rendjén, hogy mindig van egy férfi a nő életében, aki mellett ő ki tud teljesedni, és virágba tud borulni, és gyümölcsöket tud teremni, és ez egy bizonyos életszakaszban az apukája, és aztán egy másik életszakaszban pedig a férje. És ez például az ölelésre is igaz, hogy minden életszakaszban a gyereknek szüksége van ölelésre, és a normális esetet vesszük, és ezt ugye ennek nagyon komoly irodalma van a pszichológiában, hogy az ölelés az egy milyen kommunikációs forma, és hogy milyen interferencia zajlik. Tehát, hogy amíg az apukája tekintélye alatt van egy hölgy, addig az apukája öleli meg, és amikor a férje tekintélye kell, akkor a férje öleli meg, de mindig megölelik, és ez olyan, mint amikor a telefonunkat rádugjuk a töltőre. És enélkül az ölelés nélkül szintén valami deficit van a lelki életében, és hogyha ez hosszabb ideig elmarad, akkor ugyanúgy, mint a bókokat, valahogy ő kifogja, legalábbis célozgat rá, hogy ő ezt szeretné, és én hallottam ilyen történetet, hogy tinédzser lányok, vagy én egy konkrét esetre gondolok, megkérdezte az apukát, hogy mostanában miért nem öleli meg, és hát ennek semmilyen, sem szellemi, sem más magyarázata nem volt, mind az, hogy meg volt osztva a figyelme apukának, és elfoglalt volt, de abban a pillanatban, hogy újra megölelte, és újra érezte, hogy itt van egy erős férfi, aki az apukám, aki megvéd engem, akire számíthatok, tehát egy stabilitást ad a női léleknek, akkor egy nagy sóhaj keretében feltöltődött az akkumulátora. Ez pár másodperc, de mégis egy olyan, ezzel hetekig el tud utána menni azzal annak a hajtóerejével. Mit tudsz mondani akkor az apukáknak, hogy leküzdjék ezt a gondolati hagyományt, hogy hát azért mégis mindent megad neki, akkor most már egyszer mondta, hogy szép vagy. Most ezt miért egyszer kevés mondod? Lesz. Tehát igazából nem tudom, hogy ilyenkor mit lehet mondani elrettentéssel, hogy akkor viszont úgy fog öltözni a lány, hogy mások figyelmét felhívja, vagy esetleg olyan érintéseket fog vadászni, ami hát abszolút igen, nem legális. Abban benne van a kockázata, hogy amit nem kap meg természetes életrend szerint, menetrend szerint, azt valahonnan máshonnan megpróbálja megszerezni. Én azt mondanám az apukáknak, de én is úton vagyok még, tehát én nem úgy beszélek erről, mint aki már megérkezett, és birtokolja ezzel kapcsolatos minden tapasztalatot és tudást, de én azt mondanám, hogy annak volna értelme, hogy a mindent, ami rossz tradíció, azt nem az a megoldás, hogy a rossz tradíciót kidobja a kukába az ember, mert akkor még csak a megoldás felénél vagyunk, hanem új tradíciókat kell létrehozni, és új olyan megszentelt szokásokat, amiket tudatosan hozunk létre valamivel szembe. És ilyenkor kell arra figyelni, hogy például a gyerekek lelkének a gondozására, hogyha az édesapa vagy az édesanyja családjában ennek nem volt olyan nagy hagyománya, vagy nem volt ez egy fontos szempont a családi életükben, akkor ezt a rossz tradíciót felül kerülni egy jóval, és azt kell mondani, jó, akkor én, mivel nekem sosem mondták ezeket a szavakat, meg sosem öleltek meg, meg sosem számíthattam, hogyha mondjuk megvertek az iskolába, vagy bullying áldozata lettem, ilyen iskolai, hogy mondják ezt szépen? Hát nem, most egyeztünk meg az egyik gyerekpszichológus, hogy erre nincs jó magyar szó, de hát ez az iskolai zaklatás. Igen, tehát hogyha ilyennek az áldozata lesz egy gyerek, akkor
akkor ő neki ezt nem egyedül kell feldolgozni, de ahhoz, hogy ezt ő elmondja a szülének, az feltételez egy nexust. Tehát, hogy már van egy olyan őszinte légkör otthon, amiben ez elhangozhat, mert ha nincsen, akkor megpróbálja majd saját maga feldolgozni, és nem fog sikerülni, vagy a korosztályához tartozó barátnőivel, és az sem megoldás. Mert ahhoz, hogy egy ilyet segítsünk valakinek feldolgozni, ehhez élettapasztalat kell, ahhoz meg éveknek kell eltelni, és a korosztályától az ember nem kapja meg ezt az élettapasztalatot. Ki tud neki segíteni mondjuk egy új tradíciót kialakítani? Például mondjuk egy anyuka, egy feleség ebben közre tud működni? Hogyne? Hát az, sőt, a hölgyeknek, a feleségeknek sokkal jobb a figyelmük, sokkal kifinomultabb az érzékeik ezekre a finomságokra és részletekre. És itt most én nem akarom a két felet szembeállítani egymással, mert kiegészítik egymást is, ez a bibliai, de mégis úgy van, hogy a nagyobb összefüggések foglalkoztatják inkább normális esetben az apukákat, és a részletekre pedig a feleségeik irányítják rá a figyelmet, hogy most ezzel is egy kicsit kéne foglalkozni, és az bármilyen macerálásnak is tűnik, annak legtöbb esetben van helye és ideje, hogy az megtörténjen. És aztán, amikor már nagyon el van valami hanyagolva a gyermeknek a lelkében, és már olyan tüneteket produkál, amit a székelyek úgy mondanak, hogy kéri a pofot, akkor viszont egy sokkal mélyebb és nagyobb volumenű dolgot kell csinálni ahhoz, hogy érzékelje azt, hogy itt most a szülők egy kicsit be is látják, hogy ezt elrontották, és segíteni szeretnének. Például arra gondolok, hogy mondjuk amelyik gyermeknél ez, és lányoknál is gyakrabban fordul elő, mert ők jobban kikommunikálják az érzelmeiket, mint a fiúk. Mikor már nagyon látszik ez, hogy egy kicsit elgazosodott a lelkének a kertje, akkor szépen meg kell fogni, elvinni egy étterembe, meg ruhát venni, meg mozi, vagy egy szállodába elmenni vele egy hosszú hétvégére. Amikor... Tehát klasszikusan hölgyként kezelni, yes, ahogy ők van, majd feleségként fogják kezelni. És ez egy előkép lehet? Abszolút, sőt, én azt gondolom, hogy az apukáknak randizni kell a lányukkal, mert egy idő után a lányoknak van erre igényük, hogy csak rájuk figyeljenek, és nem az összes többi testvére mellett rá jut egy pár százaléknyi figyelem, hanem csak rá koncentrál, vagy mind a két szülő, vagy az apuka, és egy apa elviszi randizni a lányát, és csak rá figyel, és ajándékot vesz neki, és valami menőhelyre elmennek enni, vagy egy moziba, vagy egy színházba, vagy elutaznak, és akkor kialakul. Először nem biztos, hogy egy nagyon intim és mély beszélgetés alakul ki, de aztán egy idő után, amikor a lány észleli, hogy ez komoly. Hogy most helyzet van, most mondhatom. És akkor előjönnek a mínusz 17-ről is olyan dolgok, amiket korábban ő ezt nem gondolta, hogy valaha szavakba fogja önteni, de foglalkoztatja, nem talál rá megoldást, és apukája tud ebben neki segíteni. Mennyire könnyű ezt megtanulni egy apukának? Hát ez nem könnyű. Nem könnyű, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol mindenki több dolgot csinál egyszerre, multitasking zajlik folyamatosan, és nem... Nagyon nehéz a sorrendet jól felállítani. Tehát ezért van szükség az anyukáknak erre a értő figyelmére, hogy ők ezt, hogy a folyamatokat bizonyos módon úgy kontrollálják, hogy látják benne, hogy mikor kellene most apukának belépni. Tehát nem csak azzal várják haza az apukát, hogy melyik gyereket kéne elfenekelni, hanem hogy melyikkel kéne elmenni étterembe. Uh-huh. Csak az apukának. Csak az apukának. És hogyha... Ezt például egy szent tradíció lehet, mert hogyha ezt megalapozza az ember a lánya életébe, hogy ha nem is folyamatosan, de mindig kapnak pozitív visszajelzéseket, és amikor már nagyon hiányuk van az apukájuknak a személyiség, akkor viszont még koncentráltabb figyelmet kapnak, tehát egy ilyen sűrített levest kapnak, akkor pontosan tudják, hogy akármi történik az életükbe, van mögöttük egy támasz, számíthatnak rá. És ez nem egy rossz érzés. Hát ez nem. Innen folytatjuk a zene után Szobota Zoltánnal. Itt vagyunk tehát a zene után, Szobota Zoli továbbra is a vendégem, bibliatanári, mint ifi szolgálói minőségében. Lányokról beszélgetünk, és egyelőre a megerősítés, pozitív visszajelzésről van szó. Mi van, amikor valami pofon ért ki hát egy lány életében? Hát az hogy lehet a nőiességének a legcsekélyebb megsértése nélkül, de mégis nagyon nyomatékosan a tudtára adni? Hát ez nem könnyű kérdés. Én inkább visszabontanám onnan, hogy van egy olyan életkorra egy lánynak, amikor ő már hölgy, és akkor már nem
nem lehet egy ütéssel, vagy most, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen fenyítékkel nem lehet fizikai beavatkozással eredményt elérni, hanem csak az annak az ellenkezőjét. És ez automatikusan kialakul szerintem, tehát ezt érzi egy apa, hogy ezt a lányt már nem lehet megfenyíteni, hanem és eleve egyébként a gyereknevelés normális esetben abba az irányba halad, hogy a nem kényszer hatására cselekszik a gyerek, és nem a büntetéstől való félelem hatására engedelmeskedik, hanem szeretetből. Ez nagyon nagy művészet, ezt elérni, hogy a gyermekünk azért engedelmeskedjen, mert szeret minket, és de hát az Istennel való viszonyunk is erről szól. És azt se nélkülözi a segítéket. Nem nélkülözi. Tehát valahogy ennek meg kell történni, csak az eszközöket nagyon bölcsen el kell találni, hogy ne az legyen belőle, hogy a pont az ellenkező hatást érjük el. Mi az, amit semmilyen körülmények között nem lehet mondani egy lánynak, hogyha azt akarjuk, hogy jó útra térjen, vagy jó úton maradjon, de nem akarom tönkretenni, mert miért is akarnám? Hát az önbecsülésében nem szabad. Tehát a ilyen vagy, olyan vagy, illetve az ilyen leszel, olyan leszel, ezek, amikkel gyakorlatilag leromboljuk a korábbi években felépített önbecsülését, mert ugyanabból a szájból jön a keserű is, meg az édes is. Kellene ennek így lenni, atyám fiai. Nagyon-nagyon uralmat igényel az apukák részéről, mert sokkal egyszerűbb egy nagyon erős és bárdolatlan mondatot mondani, amivel sebet okozunk, és akkor elül a vihar, csak az a seb az ott marad. És azt a sebet is majd nekünk kell begyógyítani. De azért nehéz erre exakt dolgokat mondani, mert ezek szituációkon múlnak. Tehát az adott helyzeten múlik, hogy éppen mi a célra vezető, de minél partneribb egy viszony a szülő és a gyerek között, annál inkább a megnyerés jut érvényre. Tehát bizonyos dolgokkal kapcsolatban nem parancsuralmi rendszer van és kényszer, hanem megnyerem, meggyőzés, megnyerés. Csak hogy van ennek egy lánynak a meggyőzésének egy speciális módja, vagy ilyen esetben már egyszerűen csak azt kell venni, hogy egy felnőtt tebb viszonyról van szó, és ezért olyan érveket használok. Vagy azért az lányoknál egy kicsit óvatosabban kell. Nem tudok erre egyértelmű választ adni. Inkább én azt mondanám, hogy ha felnőttként kezeljük a tinédzser éveinek egy bizonyos szakaszától. A felnőtt ugye az felelősséget így jelent. Így van. Tehát arra gondolok, hogy nem erőből viszem át az akaratomat, és hogyha nem szeretné megtenni, amit akarok, de én tudom, hogy az jó neki, akkor megnyerem annak a dolognak meggyőzéssel, és csak a végső esetben lesz belőle kényszer, de akkor is csak azért, mert azt a dolgot máshogy már nem lehet megoldani, de miatta nem lehetett megoldani, de nem én miattam. És itt viszont az már az ő felelőssége, hogy működő kényszer hatására cselekszik. Mi az az abszolút jel, ahonnan mondjuk egy nem annyira csacsogós lány, vagy mondjuk egy kicsit megtört kapcsolatban nem annyira nyitott arra, hogy elmondja, hogy apa, szeretném, ha megölelnél, mert már ez rég volt, vagy apa, szeretném, ha azt mondanád, hogy szép vagyok, mert rég mondtad, hanem mondjuk csak így látszik rajta. Mit kell egy apának látni, hogy ez már így nem jó irányba megy? Én szerintem például az egy egyértelmű jel, hogy ha nem akar velünk a lányunk egy légtérbe tartózkodni. Tehát nincs ott, ahol én vagyok, és ha én leülök ide, akkor ő átmegy oda, vagy ha megérkezünk, akkor elmegy a szobájába. És ez nem azért van, mert annyira nagy igénye van az intim szférára, mert hogyha egy lakásban, vagy egy otthonban, egy családban jó hangulat van, és szeretett kapcsolat, vagy ez uralkodik, ez határozza meg az atmoszférát, akkor a gyerekek élvezik a szülők társaságát. Ez egy nagyon fontos pont, itt időzzünk el egy pillanatra, tehát akkor nem törvényszerű az, hogy egy tininek vissza kell vonulni a szobájába, és az egész világot utálja. Nem, hogy abszolút, sőt, és ez nem azt jelenti, hogy folyamatos a kommunikáció. Tehát nem kell folyamatosan beszélnünk ahhoz, hogy egy légtérbe tartózkodj. Tehát amikor egy légtérbe tartózkodunk, nem kell folyamatosan kommunikálnunk, de mégis van egy olyan hangulat, vagy egy olyan atmoszfér, hogy bárki mond valamit, arra a másik reagál valamit, de az lehet, hogy az a beszélgetés 2 perc múlva elhal, és akkor megint mindenben azzal, amivel főz valaki, e-mailt ír valaki. Tehát ez egy együttlevés. Így van, és ez igazából vagy ez együttlétezés. De hát ezt ugye egyébként erre például a magyar tradícióban, most én nem akarom ennek a szellemtörténeti részét analizálni, de a családi asztal az erről szól. Igen. Hogy a házban a legfontosabb bútordarab az asztal, vagy az étkezőbe, vagy a konyhánál,
mert a köré szerveződik minden, és ez normális. Tehát ez nem egy életidegen tradíció, és például nem az iszlám tradíció, a férfiak ülik körbe az asztalt, a hölgyek meg hátul megkapják a lerágott csontot. Tehát például nem akar egy légtérbe tartózkodni, vagy hogy látszik az, amikor már ilyen hiánytünetek? Hát az látszik, mert egy lánynak a lelki viharai azok megjelent, tehát annak vannak szomatikus megnyilvánulásai is, mert még nem érett annyira, hogy uralkodni tudja, tehát ki fogja mondani, vagy valahogy... Ki fog jönni. Valahogy látszik rajta, hogy neki most valami mínusz van, valamiben deficit van, és akkor ott segíteni kell. Az a nem jó, és azzal kell az apukáknak megküzdeni, hogy ők, amik ennek a megoldását kezdeményezik, akkor ne gondolják közbe azt magukban, hogy most őnekihez meg kellett alászkodni, meg ez méltatlan a férfihoz, meg ez a gyengeségjele, mert ezek viszont ellene hatnak annak, hogy harmonikus legyen egy apának és egy lánynak a viszonya. Tehát például egy apának tudni kell bocsánatot kérni a lányától, ha megbántotta, olyat mondott, vagy ha... És nem mondja neki azt, hogy miért vagy ilyen érzékeny. Ja, igen, hát azt nem ne mondja neki, még ha így is van. Meg ezek azért, most én nem akarom a materlissíkra terelni, de ennek van biokémiája is, és ezek ilyen frontátvonulások, és azt egyszer csak ez elmúlik, és van egy időszak, amikor állandóan vihognak, van egy időszak, amikor állandóan sírnak, akkor van egy időszak, amikor állandóan valami romantikára vágynak, és ezek nem démonikus dolgok, meg ilyen, most én az alapesetet mondom, hanem ebben nagyon sok olyan van, hogy változik a személyiségük, a szervezetük, elindulnak bizonyos hormonok, megváltozik a véráramban a koktélnak az összetétele, és ezeket nem a szülők elleni támadásként kell értékelni, hanem van, amit csak egyszerűen ki kell bekkelni, túl kell élni. És fedezékbe is így vonulhat, van. Vagy így nem feltétlenül. Hát az nem, igen, és... Vagy ne bújjon el a feladat elől egy apa. Az lenne a kívánatos is. És ezért nehéz ez a multitask, meg ez a kultúra, ami szimultán 4-5 dolgot csinálnak a férfiak is, mostanában már ugye a hölgyek is, mert ebben nagyon nehéz még arra is figyelmet fordítani, hogy most egy érzelmi válságban van a gyermekem. De akkor az anyuka... Holott ez prioritás. Igen, így van. Tehát akkor mi azt szeretnénk, hogy az első dolgok kerüljenek az első helyre. Hát na, ez lenne a legjobb, igen. Apák ezre törekedni kell. Fontos szerepet játszanak akkor a tini lányok életében is, nem csak a fiúkkal lehet focizni. Nagyon köszönöm, Zori, remélem, hogy sok apának sikerült valamiféle fogódzót adni ezzel. Szobota Zoltán volt a vendégem. Köszönöm én is. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.